Gólváltásokkal indult a találkozó, az első néhány támadást mindkét oldalon eredményesen fejezték be a csapatok. 7-7 után 3 góllal ellépett a házigazda, de a Vasas fel tudott zárkózni, így a szünetre 16-16-os állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után kezdett ellépni ellenfelétől a Kisvárda, 10 perccel a meccs vége előtt már 5 gólos volt a hazai előny. A fáradó Vasasnak nem volt ereje arra, hogy faragjon hátrányából, így végül 33-28-as várdai sikerrel ért véget a mérkőzés. Egy picit álmosnak és langyosnak éreztem ma a társaságot. Folyamatosan azt éreztem, illetve azt is kértem tőlük, hogy lépjük már át egy kicsit a tempóját a mérkőzésnek, illetve próbáljunk meg gyorsítani. Első féldőben is és a második féldőben is azt gondolom, hogy abszolút rossz távokat választottunk a Szilovics Fannival szemben a védekezésben, és olyan gólokat lőtt, amiket a mi szemszögünkből nem szabadott volna meglőnie, és ez egy picit elbizonyította a védekezésünket, illetve a kaput se értettem, de nyilván ezt majd átbeszéljük. Aztán a második félidőben, amikor volt pár védésünk, és egy kicsit talán a védelem is dinamikusabb, stabilabb lett, akkor tudtunk ritmust váltani, és tudtunk leronás gólokat lőni, viszonylag könnyebb gólokat szerezni, illetve ebből ezt az előnyt megtartani. Volt egy 10 perces szakasz a második félidőben, amikor ott sikerült a magunk javára fordítani a mérkőzést. A vendégek edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen, mivel talált pozitívumokat csapata játékában. A mérkőzés előtt azt kértem a lányoktól, hogy felszabadultan próbáljanak kézilabdázni, felszabadultan játszunk, megpróbáltuk levenni a saját vállunkról a terhet. Úgy gondoltuk, hogy nem nekünk van vesztenivalónk ezen a mérkőzésen, illetve hát lépésről lépésre szerettünk volna fejlődni, és ahogyan az előzetesen mondtuk, hogy hibákat javítani, vagy nem annyi hibát elkövetni, mint korábban, nem olyan típusú hibákat elkövetni, mint korábban igazából. Én azt gondolom, hogy ebben tudtunk előrelépni, és meg is feleltünk ennek az elvárásnak. Én büszke vagyok a csapatra, mert nagyon szépen, nagyon egységesen, nagyon jól dolgoztak. A forduló további eredményei a következők: Ferencváros Érd 30-18, Budaörs Debrecen 32-38, Győr Albafehérvár 37-21, Mosonmagyaróvár MTK Budapest 32-27, Szombathely Siófok 24-31 és Váci Dunaújváros 37-31. A tabella élén a Győr áll 32 ponttal, megelőzve a két meccsel kevesebbet játszó 26 pontos Ferencvárost. A 15 ponttal 7. Kisvárda a jövő héten két meccset is játszik Győrben. Szerdán a Magyar Kupában, majd másnap a bajnokságban lép pályára a listavezető ellen Bakó Botond együttese.